Bális Bence vagyok, szurkoljatok a magyar válogatottnak, és nézzétek az NSO TV-t. Olyan nem volt könnyű ez a meccs, Ukrajna nagyon jó, és igen, második harmadban sokkal jobban jöttek ki égre. Szerintem az első harmadban kicsit bent maradtak, és ezt használtuk ki. Több gólt is lehetett volna lőni, de azért kapusuk is védett párat. De 2-0-val azért magabiztosan mehettünk a harmad végén le a szünetre. De szerintem a második harmad is jó volt, kaptunk egy emberhátrányos gólt, ez benne van, de utána a csapat erősségét jellemzi és mutatja, hogy végig tudtuk játszani, és 3-1-en megnyertük. Mentálisan ez a mérkőzés sokkal erősebb volt, én úgy érzem, mint az előző a japánok ellen. És ez nem csak a harmadik harmad, hanem a második és a harmadik harmad is, én úgy érzem, hogy sokkal keményebb volt mondjuk az elsőhöz képest. Tényleg tüzeltek rendesen. Elég jól játszottam az elején, jó voltak, meg voltak a helyzeteik. Hálásan, hogy azt a két gólt sikerült beütnünk, ami úgy gondolom, hogy meghatározta a meccs végén, ahogy abban a két gólat tudjunk nyerni. Ugyanúgy, ahogy tegnap, ugyanúgy próbáltuk betartani, vagyis hát nem próbáltuk, be is tartottuk az edző utasításait. Rajtam kívül mindenki fegyelmezett volt. Kicsit elvesztettem a fejem a büntetőnél. Szerencsére nem sújtottam a csapatot semmilyen negatív, mit tudom én, kétperces kiállítással, nem csak 10 percet kaptam, ami ugyan negatív, de attól függetlenül legalább nem voltunk hátrányban. Keményen dolgoztak az ukránok, ott jöttek, mert ugye tudják, hogy ugye nekik is győztük ellett, de szerencsére mi ezt be tudtunk nyerni. Úgyhogy szerintem ez a jó védekezés, ez ugye fontos volt. Nagyon sok a kiállítás volt, amit a bíró szerintem nem adott meg a mi részünkre se, és az őneki pedig olcsó kiállításokat kapta. Főleg a végén ez a bíró nagyon sok kiállítást adott ide-oda. Szerintem néha feleslegeseket is, tehát ami nem kellett volna befújni, de hát a VB-n gondolom figyelnek erre, hogy mindent befújjanak, amit csak tudnak, és ezért volt ilyen oda-vissza játék, amit ki kellett bekeljük az emberhátrányokat, úgyhogy ezért volt ilyen nagy harc. Próbálok úgy teljesíteni és úgy hozzáállni a mérkőzésekhez, hogy ezeket a félelmeket megcáfoljam, és maximális bizalmat próbálok el érni, mint a csapat iránt, és mint a vezetőség iránt, és úgy érzem, hogy ezt a bizalmat, ha visszanozzák, akkor semmi baj nem lehet. Ugye a feljutás a cél, mindenki mindent belead, szívből játszunk mindenki szerintem a másikért, a csapatért, a hazáért, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb. Mire jogosít most föl benneteket ez a két győzelem? Ugyanígy kell folytatni, nem szabad elszállni magunktól, ugyanígy védekezni, mert szerintem ebben van a kulcs a győzelemhez. Ráérünk álmodozni, most lesz egy szünet, aztán utána jön a szlovén meccs, és aztán majd a többi meccs, úgyhogy elég a szlovénekre koncentrálni most éppen. Az egész csapat nagyon jó áll hozzá ez a szituációhoz, úgyhogy nem gondolom azt, hogy mi már most már feljutásra álmodoznánk, úgyhogy mindig csak a következő lépcsőfok pedig Szlovénia. Semmire nem álmodozunk, csináljuk a dolgunkat lépésről lépésre haladva, ahogy azt már megszokhattátok. Minden világversenyen elmondjuk, és úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogy nem is lenne internet és telefon a szállodában, és senki nem tudná nézegetni mondjuk a különböző portálokat és különböző újságoknak a honlapjait, hogy minden ilyesmit ki tudjunk zárni, és tényleg csak a mi dolgunkra koncentráljunk.